Az elmúlt évekhez hasonlóan a magyaroknak ismét alkalmuk lesz véleményformálásra. A nemzeti konzultációnak köszönhetően a világban dúló háborúk ellenére szuverenitásunk védelmére is lehetőség lesz. Magyarország kormánya fel akar lépni a migrációval és terrorizmussal szemben, miközben továbbra is kiállnak a családtámogatás, rezsicsökkentés és a kamatstop mellett. Pest vármegye helyzete különleges, a közepén elkülönülő közigazgatási egységként beékelődő főváros miatt. Dr. Ferenc Orsolya szerint a múlt is arra tanít, hogy meg kell védenünk szuverenitásunkat. De az utóbbi, most már lassan egy évtized, tehát a 2015 óta zajló trend, ez már teljesen egyértelmű, hogy miről szól. Ez egy kőkeményen pénzért, iszonyatos pénzekért szervezett tevékenység, amiben sokféle érdekkör kapcsolódik össze, beleértve a baloldali marxista NGO hálózatot, amelyiknek feltett szándéka, hogy megroppantsa Európa morális tartópilléreit, gerincét, és igen, megváltoztassa Európa etnikai összetételét és arculatát, vagy az európai kulturális közeget, ahhoz, hogy le tudja bontani az általa gyűlölt társadalmat, dekonstruálni tudja. Ez egy eszmetörténeti fejtegetés még igényelne, de erre most nincs időnk. Nekik mindig ez a dekonstruálása a céljuk azért, mert végtelenül gyűlölik azt a társadalmat, amit az emberek mondjuk maguktól megalkottak. Dr. Vitályos Eszter a déli határnál szerzett saját tapasztalatait is megosztotta. Ide Szentendrére is üldöztek a határtól egy embercsempész autót, amely aztán hajnalba megérkezett a Bükkös patak partjára, ott ütközött, és ugyanezt megtörtént, ami egyébként Murahalmon, kirohantak az embercsempészek az autóból, egész napra le volt zárva az egyik sáv, tehát hogy még egy kis közlekedési káoszt is okoztak. Én azt mondtam, hogy én sose fogom azt megengedni, hogy a Pilis-Duna-kanyar az migráns átöltöző erdő legyen. Bármilyen kérdésről legyen is szó, éljenek a véleménynyilvánítás lehetőségével a lakosok, hangsúlyozta a miniszteri biztos, majd hozzátette, erre kiváló lehetőséget nyújt a nemzeti konzultáció.